A találkozások öröme vegyült a várakozás izgalmával. Véget érte a vakáció, az Endrőd is diákok és pedagógusok számára is. Mozgalmas nyarunk volt idén, ugyanis kormányzati támogatás segítségével a diákszállásként működő épületünket átalakíthattuk, és két új tanteremmel bővülhetett iskolánk, ahol egyébként az elsős diákok fognak tanulni, így gyönyörű, megújult környezetben kezdhetik el iskolás éveiket. Szükség is volt a bővítésre. A harangszóra 200 diák vonult be a tanévkezdő istentiszteletre. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Dr. Kálmán Csaba, a fenntartó református gyülekezet lelkipásztora, az ézsaiási ige alapján hirdette Isten igéjét. Ez a hatodikosok termében is olvasható igerész szólította meg a lelkipásztort a tanévkezdő értekezleten, amikor az előttük álló, embert próbáló sok feladatot vették számba, és az ebből szóló üzenetet helyezte most a diákok és tanárok szívére is. Akik Istenben bíznak, igaz, hogy erejük megkopik, hogy elfáradnak, de nem lankadnak el, mert újra meg újra lesz lehetőségük az Úristenben feltöltődniük. Éljenek ezzel a lehetőséggel. A 2012 óta református fenntartású iskola gyülekezetének az élén 9 éve van Kálmán Csaba. Én a kezdetektől fogva úgy néztem rá, hogy egy óriási lehetőség, ahol nagyon-nagyon szorgalmas, nagyon visszafogott, soha nem talán direkt, hanem inkább indirekt módon evangelizálva és misszionálva, előbb-utóbb beérő olyan lelkeket és családokat fog hozni, akik beépülnek a gyülekezetbe. Ezt most már elmondhatjuk, többek között abból is, hogy a legutolsó presbiter választásnál már több olyan presbiterünk lett megválasztva, akik az elmúlt időszakban az iskolából kerültek be, és most már a gyülekezet közösségének alkotó tagjai, konfirmált, felnőtt templomba járó emberek. A megnövekedett létszám és a kézilabda utánpótlás miatt országosan is érkező diákok még több lehetőséget adnak az evangélium hirdetésére, emelte ki Kálmán Csaba. A 2024-25-ös tanévet megnyitom. Török Tamás igazgató tanévnyitó beszédét jó matek tanárhoz híven számokkal kezdte. Elmondta, hogy az előttük álló 183 napból álló tanévet 29 településről, 162 családból érkező 200 gyermek, 10 tanuló csoportban, 6 új osztályfőnök vezetésével kezdi meg most Alsóörsön, akik között 26 elsős és 26 felsőbb évfolyamos új diákjuk van. Szólt a személyi változásokról, a megnövekedett létszámadta lehetőségekről. Megköszönte a szülők bizalmát, hogy rájuk bízták gyermekeiket. Az igazgató úrnál arról érdeklődtünk, hogy az új szabályozások, különösképpen a tiltott és használatában korlátozott eszközökre vonatkozóan, miként érintik az iskolát. Az alsóörsi iskola szerencsés helyzetben van ebből a szempontból, ugyanis a mi helyi szabályzataink, házirendünk már eddig is a mostani jogszabályi háttérnek megfelelően működött, tehát komoly változást ez az endrődis diákok számára nem fog hozni ez a jogszabályi változás. A beszéd után a harmadik osztály tanulóinak műsora következett. Csilingiling, figyeljetek, iskolába siessetek, csilingiling, irkatáska, gyertek, gyertek iskolába. Ezt követően először az új pedagógusok. Áldjon meg az Úr benneteket közöttünk, itt ebben az iskolában, intézményben, szolgálva Istenünket, gyermekeink életét, lelkét, lelkük épülését. Majd pedig az újonnan érkezett nagyobb és kisebb diákok tették le az iskola esküjét. Isten legyen ebben segítségemre! Ámen! Ámen! Isten áldjon meg benneteket, Isten áldjon meg az közöttünk, sok erőt kívánok az évhez, örömmel, gazdagságban, tudásban. Áldásunk!